No, hát sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nemrégiben készítettem két videót. Az egyik annak kapcsán született, hogy beszélgettünk a, a, nagy disztrókról, meg hogy mennyi erőforrást igényelnek, és hát egy ilyen kisebb gépre hogyan lehet felrakni egy mai modern operációs rendszer. Ez volt a Devuan 5.01, ebből is a 64 bites kiadás, és a másik videóban beszélgettünk a refraktárról, hogyha mindent összeválogatunk magunknak, és szépen beállítottuk, felpakoláztuk, akkor erről a, a futórendszerről hogyan tudunk egy izófájt készíteni, hogyan tudjuk remaszterelni a meglévő Devuan rendszerünket, és a két videó nyomán arról beszélgettünk a cseten, hogy jó lenne, ha készítenék valamilyen, kézzel fogható dolgot, valamilyen disztribúciót, egy respint, ugye a refrakta esetében ezeket a módosításokat, ezeket a módosult disztribúciókat úgy hívjuk hogy respinek, ugye a Linuxnál ezeket pupleteknek hívják, vagy például a, a Bliss nél ezeket flavoröknek, tehát minden disztrónál megvan, de a lényeg, hogy ez a fajta remasterelés, ez, ez legyen valamilyen kézzel fogható formában fenn a neten, tehát készítettem egy Scami Devuán 0.1 alfa izót ennek a két videónak a nyomán. Azért, hogyha valaki esetleg még nem volt eddig elég bátor, akkor remélem, hogy ezek után majd a két videót megnézve magáévá teszi ezt a technikát és készít saját disztribúciót, vagy ezen felbuzdulva nekiáll, és akkor remasterelget, vagy tanulmányozza ezeket a dolgokat. Úgyhogy arra gondoltam, csak egy pár szót beszéljünk erről, belenézünk hogy mégis aki nem követi a csetet, vagy, vagy a közösségi oldalainkat, az is egy kicsit belelásson ebbe. Hát lényegében ezt készítettem, ugye itt a képernyő alján még sajnos belelóg a boxomnak a szürke felirata, hogy tudja milyen felbontáson megy. De mindjárt eltűnik. És akkor látni fogjuk ugye az egész képet. Nem mint olyan rettenetes, fontos lenne, mert már elhangzott, hogy a Devuan Daedalus 5.0.1 maga a disztribúció, és ennek is a 64 bites verziója, amiből ez készült, és hát láthatjuk, hogy egy szokásos Devuan menüt kapunk egyébként, itt lehet other language kiválasztani a nyelvet, Loatturam, ugye nagyon hasznos, hogyha van elég memóriánk, be tudjuk tölteni a memóriába, ez egy ilyen 900 megabajtos respin, tehát nem tartozik az óriások közé, és hát az a fajta minimalista szemléletmód tükröződik benne vissza, amit én egyébként szeretek használni, ez kezdőknek felteltőleg borzasztó kényelmetlen lesz, haladóknak teljesen rendben van, illetve tettem bele egy refraktaista is, majd látni fogjuk, és hát természetesen mindenkinek adott a lehetőség a videók alapján, hogy készítsen egy saját disztrót, sőt, én kifejezetten javasolnám is, na, Nyomunk neki egy defaultot. Ja, igen, az előbbiekben látható volt a Ventoy menü, ugyanis én ezt nem virtuális gépen próbálgatom, hanem igazi, valódi fizikai hardware ellentétben más videósokkal ugyanis megvan ezeknek a distroknak az a különlegessége, hogy attól, hogy te el tudsz vele játszani v ban vagy VMware-ben, qemu ban attól ez még nem biztos, hogy működő rendszer vagy, hogy normálisan úgy fog funkcionálni, ahogy neked kell. Ugye itt egy fizikai hardware-ről készítettem remastert, és egy másik PC-n bútolok be, tehát nagyon fontos, hogy mindenképpen ezen akartam tesztelni, és az egésznek az a lényege, hogy már van egy Ventoy pendrive-om, ahová csak fel kell dobálgatni az izó fájlokat, és bármivel szinte be lehet bútani szinte. Azért van, amivel az se kompatibilis, de hát a legkényelmesebb, hogy fogtam, bedugtam a, a ventoyomat, feldobtam ezt az újonnan készült, készült devuárias és már mehet is be a gépbe. Hát ennyi, ennél kényelmesebb nem is kell. Közben be is bútolt a rendszerünk, ugye lassan bútol, nem kell mondanom, hogy ez egy mai modern operációs rendszer. A számítógép meg hát a maga 1,6 GHz-vel, hát finoman szólva sem mai gyerek, ahhoz képest viszont nagyon-nagyon szépen elfutkorászik, ezt majd látni fogjuk egyébként. Mindjárt indítok is egy háttopot, hogy belenézünk, miről van szó. 216 MB most 223-ra felugrott, 224 MB. Nyilván ahogy indítgatjuk a programokat, úgy fog egyre jobban elszabadulni a pokol. Láthatjuk, hogy 3,24 GB gigabyte ramunk van, ennyi a rendelkezésre, ez van, ez ugye 4 gigabyte, plusz az ilyen gépeknél leszokott jönni a régi gépeknél, modern gépeknél ezt már nem szoktuk meg, de régen ez úgy működött, hogy magának a videómemóriának is lefoglalt valamennyi ramot, ez az én esetemben azt hiszem fél giga, talán ha jól emlékszem, annyit fog le gyakorlatilag a videókártyának, tehát marad 3,5 giga ramunk, illetve hát egy picivel kevesebb, ez van, ezzel kell gazdálkodni, de hát ez nem újdonság a Linuxosoknak, nagyon sokan azért kezdik el, ugye, mert van egy régi gépe, egy ilyen nagyon, nagyon kevés erőforrással ellátott valami, és hát szeretne mégiscsak az ember ezen olvasgatni, vagy, vagy ezen futtatni különféle programokat, hogy ne a főgépet kelljen. No, kubetűvel ebből ki is léphetünk, Hát itt látszik az a disztról, amit gyakorlatilag akkor én állítottam össze, én készítettem az alapján, a két videó alapján, ugye és mindenki az alapján meg is tudja ezt magának remélhetőleg csinálni, hanem hát akkor meg ugye várunk mindenkit szeretettel. Na most, amit itt láttok, az egy Rox filler, ezt nem csak azért raktam fel, mert a Roxot szeretem, mint Pupi Linuxos, Ctrl-H-val közben bekapcsoltam ugye itt a, a rejtett fájlokat, és nem csak azért szeretjük, mert hogy ez hú de jó fájkezelő, szó nincs erről, hanem maga az ISVM az egy ablakkezelő, de nincsen desktop menedzsere. Na most, hogyha ezt a fájkezelőt úgy indítjuk el, hogy készítünk az IceVM könyvtárában egy startup scriptet, ami semmi másból nem áll, csak ide létrehoztok egy lényegében egy üres fájt, amit futtathatóvá tesztek, és open ez text. Hogyha ezt megnyitom, ez szerepel benne, amiket én beleírtam, roxfiler, kötőjel, kötőjel, pinboard. Tehát ezzel desktop managerként fut. Mit jelent a desktop manager? Ezt. Hogy van ilyen, hogy backdrop, van ilyen, hogy ad panel, roxfiler, options, home directory, megjelenítés, mini buffer, tehát rengeteg-rengeteg dolgot be tudunk állítani ebben. Nyilván, hogyha az elején az indulásnál magyarra tettem volna egyébként a devuhant, akkor magyarul jött volna be az operációs rendszer, az rögtön ott az elején be lehet állítani a különféle nyelvi opciókat. Én most ezzel nem is vergődtem, hát meg el is felejtettem egy kicsit így az elején, de hát amiről beszélni akarok, annak olyan rettenetes nagy jelentőség egyébként nincs. Egyébként előre be is állíthattam volna ezt a boot opciót, arról is beszéltem, hogy azokat hol találjuk, és hogyha testre szabtok, akkor újra elkészítjük ezt az ISO és tudjuk használni. Jó, tehát láthatjuk, hogy innen szedtem a hátteret, ezt is beállítottam előre, itt be lehet álligatni egy csomó mindent, és készítettem egy Konki on-off scriptet is, amit kitettem szintén az asztalra, ha visszatérünk ide, akkor látjuk, hogy van egy Alice Polkitunk, LX Polkit. Ez egy olyan policy manager, ami segít nekünk a gépartegyet elindítani. Enélkül nem indulna. Van egy PK de azzal nem jelenik meg ez a géparted ablak. Tehát gparted az egy partícionáló program. Root jogok, tehát rendszergazdai jogok kellenek hozzá. Te egyszerű felhasználóként ezt nem tudod elindítani, ha nincs valamilyen policy kezelőd. Na most ezért kellett ez az Elix Polkit. Ez elindul a háttérben, és innentől kezdve bármilyen emelt jogosultságot kérő szoftver el tud indulni, illetve megkérdez téged arról, hogy te vagy a gazdája a gépnek. Van egy volumeikonunk, ez itt látható, ezzel nem vergődtem zöld, zöldágra, ha fölé húzod az egeret és tekered a görgőt előre-hátra, akkor középen jelenik meg. Hogy, hogy, ez mi, vagy hogy ez mitől, ezt most ne kérdezzétek, nem jöttem rá. Van egy ilyenünk, ez az a bizonyos volume ikon, ugye? És hát van egy kompozit menedzserünk, a kompozit menedzserről pedig miért is lényeges? Itt van ez a konki script, ha rányomok, előjön a konki. Ahhoz, hogy átlátszó legyen, ahhoz kell ez a kompozit menedzser, enélkül fekete marad a háttere. Ennyit tettem fel, felraktam egy refrakta installert, ami azt teszi lehetővé, hogy az ilyen refrakta stepshotokat, meg a live distribúciókat telepíteni tudjuk. Van egy Firefoxunk ugye felrakva, ezt most live CD-nél megnyitom, ugye töröltem a Mozilla cache és a Mozilla beállításokat, a rejtett könyvtárát, és amiben a profil is van, ugye, és teljesen nulláról bejön egy Mozilla Firefox ESR, Nyilván azért erre esett a választásom, mert régi gépekre inkább ezt rakom fel. Egy Midnight Commander, ugye ezt szeretjük, főleg én. Pavu Control, hát elsőre ezt tűnt jó választásnak, ha valakinek egyébként nem jó barátja a Pavu, akkor Terminálban tudom ajánlani az Alsa awesome Mixert. Nyilván magát a, magát a konzolt is látjátok, hogy szép színes, szokatlan betűméret van benne, ezeket mindegyiknél állítottam be egyébként. Látjuk, hogy itt ki lehet választani a hangkártyát, mindenféle beállítás van. Szokott olyan probléma lenni egyes hardvereken, hogy nem indul el a master, és itt az embetű betű megnyomásával látjátok, hogy tudom villogtatni, változtatni, és ezt kippen lehet kilépni. Tehát ö, be kell jönni ide az alsó awesome Mixerbe, és fizikailag bekapcsolni a hangot, mert anélkül, tudjátok, van ez a fura is, anélkül ez nem történik, meg nem indul el a hangkártya valamiért, nem fog megszólalni, hiába van mindenféle csillivili hangkártya varázslunk, de egyébként ez az esetek kis százalékában van. A nagy százalékában, ha bejöttök ide, és itt bekonfiguráljátok a pavumban, akkor itt mennie kell. Tehát ez a pavu control ez el fogja indítani. És hát nyilván itt ugye a mute gombra figyeljünk oda. Mert sokan mondták, hogy úgy marad. Nyilván a Ginit felraktam, mert nekem ez egy kedvenc programom, én ezt szeretem használni, hát meg felrögtem egy View hogy azért képeket tudjunk nézni, hogyha mit tudom, most rákattintok egy képre, azt írja, hogy nincs hozzá rendelve uh, Set Run Action View És most, ha rákattintok, akkor bejön. Ez a képnéző az egyébként. Hát, nincs benne semmi bonyolult, én szeretem, pont ezért. Igazából semmi extra, nem akar több lenni ennél. Hát nagyjából ennyi, igazából olyan nagyon sok minden nincs benne, ugye itt, ha itt is végig sétálunk, láthatjuk, hogy igazából csak azt a néhány minimális dolgot tettem fel, meg a cenitélek. Ó, hát ez egy nagyon jó program. Ugye látjuk egy pillanatra kérte a jelszót, de aztán el is indult. Itt lehet az interfészeket beállítani, lehet konfigurálni, nem csak Ethernetet, hanem vezeték nélküli wifi s hálózatokat, és nagyon sok mindent be tud állítani ez is. Úgyhogy csúcs, szuper, tabbal rámegyünk a harmadik, negyedik tabbal az exitre, és enterrel kilép. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hasznos kis utility, én ezzel szeretem konfigurálni a hálózatot, természetesen, mivel ez egy Devuan remaster, rendelkezésenkre áll a teljes repo, tehát mindenki feltelti a saját kedvenc szoftverét, és megmutathatja, hogy ő hogyan szereti a Linuxot, hogy néz az ki, akár egy Gnome-ot, t és új remasterelitek, ami nektek tetszik, meg lehet mutatni, természetesen bátran bele lehet vágni, nyilván a legjobb az, hogyha van egy saját fölösleges plusz gépetek, és nem a főgépen csináljátok ezt, mielőtt véletlen hazavágjátok. Itt látjátok, hogy refrakta snapshotot, és refrakta installert raktam fel, terminált beállítgattam, illetve van egy ilyen VM shutdown a systemben, ezt majd mindjárt megmutatom, hogy miért szerepel itt, hogyha most itt ki akarok lépni, akkor a Live CD az elindítja magától még egyszer a grafikus felületet, borzasztó kényelmetlen lehet, hogyha nem tudod elkapni. Egyébként ezt úgy lehet megoldani Alt F2-vel a másik konzolra képsz, és beírod, hogy reboot, aztán szóljon. Vagy pedig, ugye, hogyha ide jövünk, nyomunk neki egy System VM shutdown és ide teszi a futó folyamatokat, a képernyő jobb oldalán fogja listázni. És ha egyet ide pöttyítünk erre az ikonra, akkor bejön, hogy halt, reboot vagy cancel. És nem tudom, hogy volt-e más nagyon, amit érdemes ebből megemlíteni. Ja, hát megtettem fel egy Ice 7 nevű saját témát a netről, az ez a téma lényegében, amit itt látok. A menün, az IceVM menün egy kicsit csinosítgattam, meg itt az ikonokat látjátok, itt a fájkezelőben egy kicsit módosítottam rajta, hát az ilyen lett, Igazából olyan nagyon sokat nem akartam ebből kiazni, tényleg inkább csak egy ilyen demo jelleggel bemutatni, hogy mi is ez, és az a két videó remélem, hogy ezek után egy kicsit kézzel foghatóbb lesz. Hát ennyi lett volna, igazából nagyon sokat nem tudok már erről beszélni, ennyi lett volna, amit el akartam mondani. Mindig gyakorlat közben és munka közben fog megjönni majd az a bizonyos az a bizonyos ihlet, meg hát a rengeteg kérdés, meg a hibák akkor jönnek elő. Én egyelőre köszönöm szépen a figyelmet, hogyha megosztátok a videót és feliratkoztak az oldalaimra, azt nagyon szépen megköszönöm, és hát továbbra is mindenkit várunk nagy szeretet a chat oldalunkon és a közösségi oldalainkon, és mindenkinek jó linuxozást kívánok, sziasztok!